Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm kedves beszélgetőtársamat, Páfalusi Zsoltot. Abból az alkalomból, hogy a Magyar Művészeti Akadémia művészeti és módszertani kutatóintézetének kiadásában egy újabb kötet jelent meg, nevezetesen Gics és Művészet címen, mégpedig Tomás Kulka műve, aki egy amerikai, cseh származású amerikai esztétika professzor. Gics és Művészet ennek a könyvnek a címe, és ugyanabban a sorozatban jelent meg, amiben a korábban bemutatott könyvek, és az sorozat egyik szerkesztője, a műnek a fordítója, Páfalusi Zsolt, esztéta, és vele fogunk erről a könyvről beszélgetni, amely nagyon izgalmas könyv, úgyhogy már most mondom, hogy érdemes elolvasni, és forgassák. Ahogy ránéztem a könyvre, arra gondoltam, hogy Gics és Művészet. Én nem szoktam a Gicsről olvasni, filozófus vagyok, és a filozófusok a hamisról nem olvasnak, hanem az igazról olvasnak. Mi az igazság, ezt kérdezik, nem azt, hogy mi a hamisság. Ugyanígy, hogyha etikával foglalkozunk, akkor mi a jó cselekedet, vagy mi az igazságosság? Ugye az etikának a nagy kérdése, hogy az igazságosság kérdése, hatalmas kérdés egyébként. Platón tette föl, azóta is válaszolgatjuk, és különböző modelleket találunk ki rá, társadalmi modelleket, stb. Tehát az igazságosság, és az igazságtalanságról nem olvasunk, hanem azt mondjuk, az igazságosság hiánya. Ugyanígy, mikor a metafizikával, vagy ismeretelmélettel foglalkozunk, akkor az igazságot keresünk, hogyan van a világ, miért van itt, miért vagyunk mi itt benne, hogyan alakult ki, és mi az igazság? Ugye Pilátus is ezt kérdezte. Mi az igazság? És mosta a kezét, mert nem tudta. Hát azóta is ilyen könyvek jelennek meg az igazságról, ilyen könyvek jelennek meg az igazságosságról, és ilyen könyvek jelennek meg a szépről, vagy hát egyáltalán ma nem beszélnek annyira a szépről az esztétikában, nem egy divatos téma, de az esztétikumról se. Hát a Gicsről. Miért beszéljünk a Gicsről, ahogy a hamisról se beszélünk, meg az igazságtalansról? Ez a drámáknak, meg a jó regényeknek a témája. Nagyon érdekes, hogy míg a filozófusok, a gondolkodók mindig az ideálista jót, a pozitívat keresik, akkor megnézzük a regényeket, vagy a drámákat, ott pedig mindig a rossz az érdekes, a harmadik Richard érdekes. Egy angyali királyról kiírne drámát, és kit érdekel. Na most itt van ez a könyv, hogy a Gics. Ez a Gics fogalma, ez számomra is ott lenne, ahol az igazságtalanság, a hamisság, amivel nem kéne foglalkozni. Most, mikor ez a könyv megjelent, akkor egy kicsit csodálkoztam, de tudtam, hogy van ennek is irodalma, meg minden, de na vajon mi van benne, és most a mai beszélgetésünkre készülve természetesen elolvastam, és egy nagyon izgalmas könyv. De mielőtt belemegyünk a részletekbe, én megkérem Páfalusi Zsoltot, hogy arról beszéljen, hogy mert ő fordította, ő ismeri ezt a könyvet, mint sorozat szerkesztő, hogy látja ezt a könyvet, hogy látja ezt a problematikát, miért javasolta ennek a lefordítását. Hát, kedves János, nagyon köszönöm ezt a bevezetést. Hát nekem először is pont abba kapaszkodnék bele, tehát ami nekem problémát okozott, pont abba kapaszkodnék bele, amit te említettél, nevezetesen, hogy itt a privációról van szó. Tehát ha már a művészet és az etika, vagy a művészet és a teológia között valamilyen párhuzamot vonunk, akkor hagy idézzem mondjuk Nietzsének az Antikrisztusát, vagy Bulgakovot, ahol mind a ketten megerősítik azt, hogy az egész új szövetségben egyetlen izgalmas figura van, és az nem Jézus, és nem a tanítványai, hanem Pilátus. És ugye, ha megkérdezzük, hogy kicsoda Pilátus, akkor nem arról van szó, hogy egy rossz ember, tehát nem a rossz ember találjuk, hanem az az embert, aki nagyon-nagyon zavarban van. Tehát egy emberi döntést kellene hoznia, és úgy, hogy már rég kiemrádult az igazságból. Tehát, hogy az igazság az mi. Ugye ezt a véleményt támogatja Hegel is. Na most, hogyha ezt a hasonlatot, ezt a teológiai hasonlatot lefordítjuk,
a művészetre, akkor világosan azt látjuk, hogy ahogyan van művészet, vagy jó művészet, és mellette van ilyen, hogy rossz művészet, tehát meg tudjuk ítélni, mi az, ami rossz, tehát nem sikerült, gyenge művészet. Van egy köztes alakzat, nevezetesen a Gics, akinek a teológiai megfelelője mondjuk Pilátus lenne. Tehát valami, aminek az akarata elér bennünket, a szándéka elér bennünket, világosan értjük benne az utalást, és mégsem tudjuk rá azt mondani, hogy rossz azokkal a kritériumokkal, amikkel a rossz művészetet illetjük általában. Ugyanakkor messze, messze áll a művészettől. Tehát amit kifejezetten művészetnek neveznénk. Tehát itt van ezzel küzd Kulka is, tehát Kulka pontosan azért ragadt tollat a Gicssel kapcsolatban, mert azt tapasztalja, hogy a Gics az, van is egy nagyon erős, egyébként nagyon érdekes, hogy megint eljön a teológiai allúzió. Ágostonnak a Vallomások 11. könyvében ugye szerepel ez a kérdés, hogy quid enim tempus, tehát hogy mi az idő. És ugye ismerjük Ágoston válaszát, azt mondja, hogy ha nem kérdezed meg, mi az idő, tudom. Ha megkérdezed, akkor olyan, mintha semmit sem tudnék. Ugye ismerjük ezt a híres szöveghelyet. Kulka pontosan ezt a szöveghelyet ragadja meg, és azt mondja, hogy pontosan így vagyunk a Gicssel. Világosan felismerjük a Gicset, tehát belülünk egy kínai étterembe, vagy bárhol, és akkor találkozunk művirágokkal, találkozunk gicses fafaragásokkal, találkozunk gicses dalokkal és dalszövegekkel, gicses politikai szólamokkal, amik ilyen esztétikai köntösben vannak öltöztetve. Tehát rengeteg helyen találkozunk a Gicssel, amire világosan felismerjük, hogy ez Gics. És amikor rákérdezünk arra, hogy de mi, akkor elveszünk a viták végtelen tengerében, tehát ott jön az, amit Kant is mond, ugye az esztétikában, a művészetről, csak kötözködni lehet, vitatkozni nem. Tehát hogy valakinek valami Gics, a másiknak ugyanez nem Gics, ugyanakkor mégis arról van szó, hogy világosan felismerjük a Gicset, tudjuk, mi a Gics, de amikor meg kellene nevezni, akkor nagyon zavarban vagyunk. Igen, ez valóban. És akkor ugye azt mondod, hogy azért választottad ezt a könyvet, azért javasoltad a többi sorozat szerkesztőnek, hogy akkor nézzük is meg, hogy mi a Gics, egy nagyon híres amerikai teoretikus, mit tud írni a Gicsről. Egyébként még a Szent Ágostonhoz azt azért meg kell, hogy mondjam, hogy ez persze benn van a könyvben ez a hivatkozás, az egy nagyon izgalmas fejezet az időről, és ez csak az eleje, és ott nagyon sok izgalmas dolgot mond Szent Ágostonhoz. Ágoston, sőt, Russell azt mondja, hogy ez jobb, mint amit Kant ír az időről. Hát sokkal részletesebb egyébként, és nagyon izgalmas, amit Szent Ágoston ír, de tulajdonképpen a filozófia történet megmutatta, hogy szinte mindennel így vagyunk, nem csak az idővel. Bármi, amiről azt hiszük, hogy tudjuk, ha Szokratész is ezt mutatta be a dialógusaiban, azt hiszed, hogy tudod, és minél többet gondolkozol, annál kevésbé érted, ez a paradoxonja. Az egész filozófia történet erről szól, hogy minél többet kutatjuk a dolgokat, annál kevésbé értjük, annál több összefüggést fedezünk, és mégse az, még egy kicsit más, és stb. Így vagyunk a művészettel is. Tehát most persze mondod, és teljesen igaz, hogy nem tudjuk mi a Gics, de hát a művészet. A művészetet is meghatározni nem tudjuk. Ugye annyiféle meghatározási kísérlet van, hogy na, tehát valóban. Na most, sőt, hogyha meg tudnánk határozni, nem is lenne művészet. Ez a poén a művészetben, hogy nem tudjuk meghatározni. Gyönyörű elméletek vannak, persze, tehát most a könyvről kell beszélnünk, de tényleg művészettől fantasztikus elméletek vannak. Legalább olyan jó szépek az elméletek, mint maga a művészet egyébként. És itt a mű egy jó pár elméletet nem is érint. Oké, na most itt három nagy fejezetből áll ez a mű. Ugye felolvasom, ezek engem mindig megijesztenek, mikor egy könyvet megnézem, és te jó ég, egyikre se tudnék egy szót sem mondani, és akkor elolvasom, és milyen klassz dolgok vannak benne. Ugye mi a Gics? Miért értéktelen a Gics és a Gics változata? Ez a, hát akkor tegyük azt, hogy úgy nagy vonalakban menjünk végig. Ugye az első kérdés, hogy mi a Gics, és ugye az a kezdés, hogy senki se tudja, de mégis mindenki tudja. Ez a tudó nem tudás, és rámegy, és ebből indul ki. És ugye a meghatározásról beszél, a tárgyáról, azonosíthatóságáról. Te most így mit mondanál, hogy kedvet csináljunk az olvasóknak, hogy ez egy nagyon izgalmas könyv, hogy mi a Gics, mire, hogy válaszolnánk erre, vagy hogy válaszol ez a könyv erre? Hát
Ugye itt azt hiszem, hogy az a legnagyobb probléma, hogy kiknek akarunk válaszolni. Tehát tehát egy ilyen válasznál engem ez érdekelne leginkább. Tehát olyan embereknek akarunk ezzel kapcsolatban válaszolni, és ezt Thomas Kuka is feltette volna saját magának, hogy tulajdonképpen kiknek írta meg ezt a Gicskönyvet, akiket egy professzionális, vagy legalább félprofesszionális szinten érdekel. Tehát annyi minden mással együtt, ahogyan a rossz problémája érdekel valakit a jóság mellett, vagy a hamisság problémája az igazság mellett. Tehát kell egy kis filozófiai elvontság és egy filozófiai kérdezés, vagy valami affinitás a kérdésre, hogy ez valakit érdekel, és azoknak lehetne igazándiból erre egy kicsit valamivel szofisztikáltabb választ adni. És én inkább, hogyha ezt megkockáztatom, akkor inkább ez, mint hogy egy olyan szinten válaszoljunk erre a kérdésre, ahol valaki megelégszik a saját választ, tudja, hogy mi az, hogy gics, és nem érdekel tovább a dolog. Tehát, hogy akkor tudja. Tehát akkor az az ő dolga legyen. Ugye az egyik legfontosabb, legalábbis nekem egy érdekes tanulság volt a szövegben, amikor beidézi Kulka Strindberget. Nevezetesen ugye az a megfigyelés, hogy annyi művészeti irányzat volt már, amelyek tiszavirág életűek voltak. Még a legmasszívabbak is, mondjunk ilyet, az avantgárd nagyon korai szakaszába tettek fel. Szürrealizmus, vagy expresszionizmus, ilyen nagy blokkok, később absztrakt expresszionizmus, stb. És akkor mehetnénk tovább a kategóriára. Éltek, tehát a sírjukra rá lehetne írni, hogy élt 10 évet, vagy élt 15 évet, és boldogan kimúlt. Strindberg azt mondja, hogy a legkomolyabb művészeti irányzatok mind-mind kimúltak. A gics viszont örök. Tehát, hogy ez hogy lehetséges, hogy minden ebben a csodálatos színekavalkádban a művészeti irányzatok, trendek, iskolák egymást váltják, egymásnak adják a kilincset, és hol fentebb vannak, hol lentebb vannak, van, aki mindig absztrakt expresszionista, és még mindig Pollock uszájában alkot, de már van, aki meg már úgy gondolja, hogy rég meghaladta, és már rég nem valamilyen, tehát, hogy rég le kell várni az interpretatív művészetről, és van egész más kecsen. Új objektivizmusról beszélnek, és akkor egyszer csak azt látjuk, hogy igen, de mégis gics az örök, és a gicsből mindig meg lehet élni. A gics mellett nem hal senki, éhen senki. Tehát a komoly művészettől éhen lehetett mindig is halni. Aki gicssel foglalkozott, annak biztos volt valahol a pályája. Uh-huh. Szóval, hogy miért van az, hogy a gicssel kapcsolatban örökké pattog egy labda, ami arról szól, hogy állandóan itt van nekünk egyrészt egy morális felhang benne, tehát, hogy a komoly művészet felől, aki magát valódi művésznek gondolja, afelől, a gicset mindig egy megvetés, gics mindig egy megvetés tárgya volt. Ennek az etimológiájára utal is Kulka, és mások is, hogy ugye talán a legkorábbi eredete ugye az nem az angol sketch kifejezés volt, tehát az egy ilyen elnagyolt vázlat, hanem a fair kitchen, ami ugye annyit jelent, hogy a szemetet begyűjteni az utcáról. Tehát, sőt, egyébként pontosítok, itt rosszul az angolban is rosszul viszik el, a slammot összegyűjtik, tehát eső után aztán a trutyi összejön az utcán, azt így összekotorják, az van itt a német eredete, tehát ez még a szemétnél is rosszabb. Igen. Ez a trutyi. Igen. És akkor ugye ez a kics, ez meg ugye később, amikor ez így a németben megjelenik, tehát már ténylegesen a művészet értelmében, akkor ez az olcsó portéka, amit pult alatt rá lehet sózni valakire. Tehát, hogy már önmagában a név is viseli ezt a megvetést, tehát ezt a bizonyos szempontból morális megvetést. Aki a gicssel üzérkedik és gicssel kereskedik, az olyan is. Tehát, hogy az biztos nem ért a művészethez. És ugye ebből a szempontból, tehát itt állunk, mikor gicsről beszélünk, egyrészt itt állunk azt illetően, hogy miközben a művészetek és a különböző művészeti irányzatok élet-halál harcot vívnak a fennmaradásért, a komoly művészet, aközben a gics örök, változatlan, tehát hogy nem ismerünk benne iskolákat és különböző trendeket és irányzatokat, hanem megvannak a masszív szilárd témái, és miközben morális megvetés tárgya.
Tehát, hogy van egy lenézés vele szemben valami, ami még a köznapi értelem is, tehát nem kell a magas művészethez menekülnünk, köznapi értelemben is, hogyha valamire azt mondjuk, hogy gicses vagy, vagy ez csak egy gics, az még a közönséges, tehát aki nem ért a művészet, az is boldogan tudja vállalni, hogy látott egy mozifilmet, és azt mondja, hát ez nagyon gíz, ez ilyen hollywoodi, tehát, hogy ez mink Bollywood, Hollywood, a tocsogunk a gicsben, hogy ez minket, hogy értjük, amit mond. Értjük, amit mond, és itt bárki nyugodtan egy ilyen morális kiállásra odaállhat, hogy igen. És ugyanakkor nem csak arról van szó, tehát a kontraszt, nem csak arról van szó, hogy a gicsnek nincsenek korszakai jóformán, hanem arról van szó, hogy bizonyos szempontból nagyon is fogyasztjuk a gicset. Tehát még olyanok is, akik a gicsre lenézően beszélnek, tehát akik a gicse, azok is fogyaszták, fogyasztóivá válnak a gicsnek. Ne felejtsük el azért, hogy ugye nem csak gicses tárgyakról beszélünk, vagy gicses zeneművekről beszélünk, de hát itt vannak nekünk az ünnepeink. Szóval, hogy most úgy őszintén egy karácsony, művész, tehát esztétikai szempontból van-e még gicsesebb ünnep egy karácsonynál? Tehát ami, ahol szinte kötelező. Tehát, hogy mindenki mosolyogjon, minden ajándékozás, a gesztus maga, lehet akármennyire kiüresedett, vagy akármennyire, de hát a formákat próbáljuk követni, megtartani, akár őszinte, akár nem, mégis ott van benne az, hogy a karácsonyfa, szóval egy karácsonyfa önmagában, mint esztétikai jelenség, a csili-vili szal, tehát, hogy értjük, tehát, hogy az életünkben, ha akarjuk, hanem belép a gics, megkerülhetetlen jelenségé válik, és bizonyos esetekben kívánatos is. Uh-huh. Bizonyos esetekben kívánatos is. Uh-huh. Értem. Jó, mondjuk itt most, hogy a karácsonyban a fenyőfát, meg a karácsonyfát gicsek nevezzük-e, hogyha ez egy népi hagyomány, tehát azt mondja ugye a szerző, hogy a népi hagyomány az nem gics, tehát az, ami régről jött. És azért a karácsonyfa hagyomány is, nem tudom, mikortól jön, az régen olvastam, most ebben így nem készültem, 18-19. Század, valóban abban az időben, maga karácsonyfa abban az időben születik ez a hagyomány, tehát hogy ez most mennyire népi hagyomány, vagy mennyire egy, ezt most szerintem ebben nem menjünk bele, mert akkor ez egy hosszabb lenne, de ez egy érdekes kérdés. A gics örök, mondtad, de a könyv szerint lehet, hogy csak a 19. század óta van, hát a szó csak azóta van, és kérdés, hogy visszamenőleg ezt lehet-e alkalmazni. Van itt tényleg, hogy mi a gics? Mondjuk számomra az volt a gics, hogy nem foglalkozok vele, nem is érdekel. Tehát a gics ár nem, és nincs is ideje rá az embernek. A könyv alapján tudom, hogy miért, és erről majd mindjárt fogunk beszélni, de a ragyogó három tételt vázol föl a mindjárt itt az első nagy résznek a végén a szerző. Az egyik, hogy átlagos hétköznapi érzelmeket közvetít, tehát amit mindenki azonnal tud érezni, hogyha ránéz valamire, akkor a második azonnal felismerhető, hogy milyen tárgyakat, milyen témái vannak, tehát nincs erőfeszítés, nem kell dolgoznod azon, hogy megértsed, és a harmadik, hogy nem mozgatja meg a képzelő erődet, ugye? Tehát ez az érzelmek, a tárgyiságnak a közvetlensége, és a képzelő erőnek a lanyhasság, a lankadság. Egyébként én most speciál épp a filmnél szoktam úgy érezni, ez csak zárójelben, de inkább a három tételről beszéljünk, hogy például egy regény és a film, a regény esetében te csinálod a filmet. Most mondjuk én gyerekkoromban, ugye, amikor az Egri csillagok film kijött, akkor rájöttem, hogy én egész máshogy képzeltem el az Egri csillagot, mint a film volt ez a 60-as években, és hogy amikor én elképzeltem, ott hova tettem saját életem területére, és az én képzelőm, és a film elvette a képzelőerőmet. Most akkor a film, ezen szinte a film, mint olyan, legalábbis a regényeknek a megfilmesítése, az itt egy kategóriáját ennek mindenképpen kimeríti, nevezetesen elveszi a képzelőerőt, mert a képzelőerő, az, hogy képeket magad elővarázsol, ezt elveszi. De ez csak egy lábjegyzet. Mit gondolsz erről a három tételről? Tehát, hogy az érzelmek, azok a teljesen közönséges, átlagos, mindenki által érezhető jó érzelmek, mert ez mindig olyan kellemes, jó lágy, laza, rózsaszín érzelmeket ébresztenek, példák is, ugye, amiket felhoz, akkor hogy a tárgyat azonnal meg ismered, amit aztán, igen, stb. Igen. Tehát mit gondolsz ezeket? Hát, kedves János, amit most mondtál, ugye azt Kulka, tehát Kulka egy leszűkített, még számomra leszűkített gics fogalommal dolgozik. Tehát én egyszer összeszámoltam 5 gics fogalmat, ennél tovább nem tudtam.
5 gics fogalmat, a kulka ebből egyetlen egyel foglalkozik. Nevezetesen az, ami Scrutonnál, de legkorábban Walter Benjaminnál jelenik meg, és pontosan az a hármasság, amiről beszéltél. Tehát legkorábban már Walter Benjamin számon kéri a gicsen, hogy nem dolgoztatja, tehát kognitívan nem dolgoztat meg bennünket, azonnal az érzelmekre akar hatni, tehát telibe találja a lelkünket, tehát ez a síróbóc, vagy a nevető, sírókoldus, nevető bohóc, síró kisgyerek, aki a nyalókája után, tehát ezek a képek, képeslapok, az antropomorfáltok, ezek a macska, kutya beöltöztetve cilinderbe, és mifele, tehát ezek a karácsonyi képeslapok, húsvétizék, tehát ezek mind-mind a képeslap paletta, ami szinte prezentálva van arra, hogy csak egy gics lehet. Amit Walter Benjamin korábban, pont a képi sokszorosíthatóság korában, ami ugye tudjuk, hogy Walter Benjaminnek egy nagyon fontos, tehát a művészet a technikai sokszorosíthatóság korában, nyilvánvaló, hogy ez a gicsnek is ugyanúgy kedvez, mint a művészetnek. Sőt, mondjuk ki, Picasso Guernicája egy képeslapon már feszegeti azt, hogy ha egy képeslapra kerül, nem gicsez. Ugye, tehát, hogy értjük ezt a, tehát onnantól, hogy milliós példányszámban produkáljuk, vajon az a csodálatos háborús kép, annak az egész dinamizmusa, amivel nem válik egy gesztus áldozatává. Tehát már Walter Benjamint ez a probléma érdeklés, ugye ő mondja azt, hogy ezzel az a legnagyobb probléma, hogy nem készített bennünket gondolkodásra, semmiben nem kell itt elmélyednünk, itt már eleve elvárják, tehát hiszen így hozták létre, elvárják a reakciónkat. Hogy sírjunk, vagy nevessünk, meghatódjunk, stb. Tehát egy ölelkező pár a padon a csodálatos naplementénél, erre valaki ránéz erre a képre, itt mi lehet még kérdés számára? Min kéne még elgondolkodnia? Hát azt mondja, ez egy csodálatos, szép, esztétikai minőségben van, megcsinálom. És ennyi. De vannak az a baj, hogy a gicsit nem áll meg. És én nagyon sajnáltam Kulkával kapcsolatban, hogy nem foglalkozik a többi gics fogalommal. Hadd térjek már ki erre egy pár mondat. Hogy ne, ez izgalmas. Ugye az egyik, talán az egyik legelső gics fogalma, amit valószínűleg, tehát Wagnertől származik, és ő valószínűleg a zenei gicsre gondol, ugye ez a schmalz, amit a zenében gicsnek neveznek, tehát ott külön van egy ilyen kifejezés, ami valamiféle ekvivalenciája a képzőművészeti gicsnek, amikor egy ilyen zenemű, ilyen mézédesen csöpögőssé válik. Nem vagyok egy zeneesztéta, tehát nem mernék belemenni, és aztán meg Wagnerről meg különösen. De Wagnertől van egy ilyen mondat, hogy gics az, ahol látjuk a hatást, de nem látjuk az okát. Tehát, hogyha ezt így ízlelgetjük ezt a gondolatot, akkor így értjük, hogy miről is van szó. Tehát, ahol mai szó azt mondjuk, hogy hatásvadászat folyik. Tehát, hogy a könnyeinkért és a mosolyunkért harcolnak, csak a következményeket tárják elénk, de igazából nem okolják meg. Tehát nincs igazi alapja. Ezeket látjuk az ilyen B-kategóriás filmekben, a tényleg a hollywoodi szirupos családfilmek, a Dallas, meg a Mifene, tehát a milliómosok nyomora, ahol valami nagy bejelentést tesz valaki, és azonnal elárasztanak bennünket az érzelmek, és akkor esténként 40 millió amerikai ott ül, és valóban zokog rajta, hogy úristen, Jockey Ewing-gal már megint mi történt. Tehát ez így kellene talán ezt a Wagnert elképzelni, tehát képzeljünk ezekre a sorozatokra, amelyekben produkálnak valami hatalmas nagy hatást, aminek igazából nincsen komoly háttere. Uh-huh. Vagy az nincs kidolgozva, uh-huh. Nincs megmutatva. A másik, Thomas Kulka, bocsánat, ezzel foglalkozik. Nem Thomas Kulka, hanem... Kulka foglalkozik vele, Kundera, bocsánat, összecsúszott a két név nekem is hirtelen. Kunderának a lét elviselhetetlen könnyűsége, ami azt lehet mondani, a regényrólamban a gics bibliája. Tehát egy igazi testamentuma. Uh-huh. Ugye Kulka, bocsánat, Kundera, hát ez most érdekes, hogy összecsúszott. Tehát a kettő csehel, mind a kettő így kezdődik. És igen, pontosan. Ez előfordul.
Ugye Kundera a szovjet filmekből indult ki, ugye, hogy ahol a legnagyobb konfliktus az, hogy az ifjú elköltözik egy másik városba, és így félreértés keletkezik a kedvesével, és azt hiszik, hogy nem szeretik már egymást, és akkor a film csúcspontja az, hogy kiderül, hogy de még sincs így. Valójában egy őszinte szerelemről van szó. És ugye Kundera elmondja azt, hogy politikailag ennél többet nem is volt szabad. Tehát ennél nagyobb konfliktus nem lehetett egy szovjet filmben, mint az, hogy félreértésből a két szerelmes így elcsúszik egymásba. És azt mondta, ez volt a tökély a Gicsben. Na és akkor így jön Kunderának a számomra második számú Gics meghatározása, ami szó szerint úgy hangzik, hogy a Gics nem más, mint a szart tagadása. Ez a híres, ez a híres elhíresült mondat. Ugye ezt, hogy amikor a gyerekkorában ugye ült a első áldozóként a templomban, és nézegette ugye a felhők, a freskókat, a felhők, pamacsai, nücsörgő angyalkákat, ugye akkor kérdezte meg, hogy de hol van itt a matéria, hol van a... Tehát ezek az angyalkák, ezek a hótiszta, ezek sose lesznek koszosak, vagy értjük? Tehát, hogy... És akkor értenünk kell, hogy ebben az értelemben a Gics írtózik mindentől, ami materiális, írtózik, tehát a tiszta ideák világa. Egyébként érdekes, hogy Goethénél például megtaláljuk ennek egy érdekes párhuzamat, hogy Goethe beszél például arról, hogy a legnagyobb problémája a német idealizmusnak, és korunknak, mondja, tehát a romantikának éppen az, hogy miközben felemelkedik az ideák magasságába, mindig ő még nem használja ezt a kifejezést, hogy Gics, de hogy mindig megkockáztatja azt, hogy valami, tehát elvész a grácia az egészből. Tehát, hogy olyas valamit akar ismételhetővé tenni, ami ismételhetetlen. Hogy ezért kell folyton visszahullania, vagy visszazuhannia abból a magasságba. Tehát, hogy értsük meg, hogy az egész romantika tulajdonképpen a Gicset kockáztatta most mai fogalmaink szerint, amikor az ideák magasságába akart, tehát az eszmék magasába akarta felvinni a fizikalitást, vagy a ugye Kant még azt mondja a Cartes kritikájában, hogyha nem lenne test, és nem lenne patológikus hajtórugóink, akkor a tiszta ész magától a legjobb jót hozná létre. Tehát, hogy ez az egész német idealizmus és romantikára igaz volt, amit itt leír Kant. Tehát, hogy... Belőle nőtt ki végül. Hát így van. Tehát, hogy ez teljesen érvényes volt erre a korszakra, és ugye ez, pontosan ez az, ami Kundera mellett csapódik, nevezetesen, hogy a Gics az annyira tiszta ideákban van, annyira a konfliktusmentesség, tehát a teljes koincidencia, a teljes kibékítése a földi és az égi Isten országának és a föld országának, tehát egy akkora egybeesés, ahol már nem lehetséges több konfliktus, tehát ahol mindenki simul. És akkor jönne a negyedik meghatározása, ami egy számomra nagyon kedves művésztől, a norvég Odd Nerdrum, aki Odd Nerdrumtól származik, aki, és itt jön az igazi nagy csavar, aki saját magát Gics festőként apostrofálja. Ő Gics Painter, és egy iskolát alapított. Gics festő iskolát. Rembrandt a példaképe. Tehát itt kezdődnek nekünk a problémáink, és ugye akkor, amikor ő és a tanítványai meg akarják védeni magukat, hogy ők miért lettek Gics festők. Tehát miért van az, hogy Rembrandti minőség, és nagyon fontos, ha megnézzük a festményeket, Rembrandti minőségű képeket állítanak elő, akkor azt mondják, hogy először is a mai művészek azért csinálnak ilyen krikszkrakszokat, meg ákombákomokat, meg ez az egész kubizmus, meg mondjuk ez Picasso pont nem igaz, de nem baj, tehát hogy ez az egész, mert nem tudnak szegények rajzolni. Tehát, hogy a modern művészet a szaktudás hiányát azzal akarja megoldani, hogy vagy nonfiguratív, egyébként érdekes, hogy nonfiguratív valamilyen nem lehet Gics, vagy pedig belemennek olyan alakzatokba, tehát ahol egész egyszerűen sem anatomiailag sehogy nem stimmel semmi. És azt mondják rá, hogy de hát ez művészet. És azt mondja, hogy először tanuljatok már megfesteni. És akkor ott van nektek Rembrandt, csináltuk már magatokra egy önarcképet, ami egy olyan minőségű, mint ahogyan azt Rembrandt megcsinálta. Tessék, ott a festő, ott a paletta, ott van minden adva van, csináld meg, lássuk. Meg fogunk érte tapsolni. Először azt, aztán majd meglátjuk a krikszkrakszokat. Tehát egy nagyon szemét módon hátulról támad ez az egész társaság, és a legdöbbenetesebb az, hogy Nerdrum és a tanítványai, eminens értelemben mindjárt ott van Jean-Ové Tüv,
ilyen kötőjellel Aquilina nevét, ugye, aki kifejezetten a mestert védi, és több eszélyben is kikért az emellett, hogy de miért jó a Gitch. Most azért beszélek ilyen részletesen erről, mert ez Kulka korszakában még nem volt. Tehát amikor Kulka ezt a könyvet megírta, tehát akkor még álmában nem gondolta volna senki, hogy lesz egy olyan komoly művészet, ami fölvállalja önnön gicsességét. 25 éve jelent meg eredetileg. Így van. Ez ilyen változások. Igen, így van, pontosan. Igen, ezt mondja, ez nagyon izgalmas. Ezt speciál én sem tudtam. Úgyhogy, de azért hadd tegyem fel azt a kérdést, de ez csak egy zárója, és akkor folytasd ezt, mert nagyon izgalmas. Filozófiában nagyon sokan úgy gondolják, hogy ahhoz, hogy valaki filozófus legyen, kell filozófia történetet tanulnia. Tehát a preszokratikusoktól nagy végig kell menni, és meg kell tanulni a kortárs filozófiát. Igen. Tehát az azt is jelenti, hogy Plátont, Arisztotelészt végig is kell gondolni azokat a dolgokat. Jó, odáig nem megyünk el, hogy akkor írj egy dialógust Pláton stílusába, írj egy tanulmányt. Pedig lehet, hogy ezt kéne. De ezt már nem csináljuk, de most jött nekem az ötlet. Miért nem úgy mennek a festőiskolák, festőképzések, hogy na akkor sziasztok, most itt tartunk, de hát ennek egy nagy története van. Mi azért tartunk itt, mert egy története van. Ahogy a bébi az anya méhben a gyermek állítólag végigcsinálja a biológia fejlődést, mire megszületik. Hát egy festő, mikor megszületik, vagy egy művész, miért nem kell neki végigmenni az egész festészet története valamilyen szinte, de nem csak elméletek, na tessék, akkor Rembrandt, fess egy Rembrandtot, vagy csinálj meg egy Rembrandtot, vagy csinálj meg egy Michelangelo-t. És akkor ha juss el a mai napig, nyilván minden része, mindent nem tud, mert nincs annyi ideje, de valahogy. Ez ne, jó, de térjünk vissza, csak ez jó, nagyon izgalmas. Én nagyon szeretném, hogyha erre visszatérnénk. Jó, tehát, hogy parancsolj. Erre mindenképpen szeretnék visszatérni, amit most elmondtál. Tehát, hogy egyrészt a komoly művészeti iskolában végig mennek. Tehát végighajszolják őket az anatómián. Igen. Tehát az kötelező számukra, és nagyon komoly gyakorlatok, modellfestés. Értem. Persze. Tehát van Rembrandt, most csinálj egy Rembrandtot, van ilyen? Hát ilyen pont nincs, hogy csinálj egy Rembrandtot, de nagyon sok mindent kell csinálni. Hát kell, igen. Jó, akkor megnyugodtam. Akkor viszont mit akar a norvég? Hát azt akkor tudják. Egy pillanat. Jó, oké. Okay, tehát ennek van egy... Egymás után csak. Így van, egymás után, így van. Na most az, hogy jön Ornerdrum, és elkezd olyan festményeket készíteni, amit ha te meglátnál, egész egyszerűen tehát van maradna szállt, először egy sokkal vérezni, és aztán elkezdeni nevetni. Hogy írják a nevét? Hogy a Nerdrum. Hogy írják? Nerdrum. 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 Tehát igen. Ha valaki meg akarja nézni igen. Az interneten, Nerdrum. Nerdrum, így van. Oké, okay. Jó. Parancsolj, igen. Igen. És ha, tehát elkezdeni nevetni, mert annyira tehát annyira világos, amikor nem csak egyszer egy gicset festenek, hanem érzed azt, hogy de ezt pontosan ezt akarta. Na, itt vagyunk bajban. Ugye Nerdrum adta meg a Gitchnek a negyedik definícióját, és azt hiszem, hogy ezzel együtt egy füstölt az ötödik is megvan, tehát tulajdonképpen az a lényege. Ugye ő azt mondja, hogy és egy ilyen privatív gesztussal fejezi ki, azt mondja, hogy a Gitch az, ami elemien irtózik az iróniától. Tehát nem ismeri az iróniát. Tehát képtelen önmagára ironikusan tekinteni. És ezért van az, hogy, és pontosan ezt spécizik, ők el is mondja, hogy de hát, hogy miért olyan témákat választ, amelyeket választ. Mint például az anyaság, a gyermek, a harcos, ugye nála itt ezek a skandináv harcos, tehát ezek hihetetlen nevetségesek. Tehát hihetetlen Rembrandti minőségű festmény, amin egy skandináv harcos látsz olyan pózban és olyan ábrázat, hogy elkap a röhögéstől. Ezek a vikingek? Tehát a vikingek. Igen. Tehát hogy ebben a mond a világban így merít. Ez egész ilyen meseszerűen elemelt, ilyen mifelem. Vannak számomra nagyon kedves kékek, például az orba vágott mennyasszony. Uh-huh. Tehát, hogy van a mennyasszony, aki fácsol, és akkor az orra vézik, mert előtte orba vágták, és akkor, és ugye Ornerdrum azt is elmondja, hogy nem, a vászon nem tűri a kibelezést, a vért, a nyers húst, az ilyeneket, tehát, hogy ezt egyszerűen nem tűri, mert idegen a festészet, nem az ő közeg. A sajtófotó elbírja, a festészet nem. Na, és ő megfogja, és azt mondja, mostantól ez nem így lesz. Tehát folyni fog a vér. Tehát, hogy a másik oldalon, tehát, hogy egyrészt a anyaság és a gyermek, viking harcos, és a folyik a vér még ráadásul. Na most visszatérnék a legfontosabbra. Gitch az, ami irtózik az iróniától.
Tehát nem tud önmagára ironikusan tekinteni, azaz nem tud önmagára humorral tekinteni, és ezért van az, hogy minden Gitsnek a mélyén valami moralizálást látunk, valami mély értékítéletet látunk. Tehát amivel nem lehet viccelni. A Gits nem viccel. Tehát, hogy nem tud magából viccet csinálni. A Gits, ezt Kulk is többször bebetonozza, a Gits az komoly. Mindig komoly. Tehát, hogy az valamint nagyon nyersen, nagyon világosan, és a jó és rossz, a morális értelemben jó és rossz bifurkált párosából szemléltet. Azért miért tovább mész? Most hirtelen, vagy százszor idézi, hogy a Gics például a bolyhos kis cicák. Igen. Most az hol komoly? És jó, irónia nincs benne, de mitől komoly egy bolyhos kis cica? Szerintem az még csak nem is komoly, tehát az nulla, tehát ilyen szempontból, de parancsolj, az miért komoly a bolyhos kis cica? Igen. Bolyhos kis cicáról a kapcsolatban ugyanúgy fel lehet tenni a bolyhos kis cicáról, hogy miért komoly az, hogy egy anya a gyermekével is ilyen meghatóan néz a gyermekére az anyukat. Tehát, hogy... Bolyhos kis cica meg egy anya... A gyerekével az nem ugyanaz. Tehát... Rendben, nem ugyanaz. Síró kisgyerek, akitől elvették a nyalókát, vagy a nyalókáért könyörök. Tehát, hogy minden esetben ott van az, hogy nem látunk valódi konfliktust. Nem látunk valódi megszülető érzelmeket. Hanem azt látjuk, hogy már mindennek a végén vagyunk. Yes. Már minden véget. Ready made. A kicsit a tökéletesen be van állítva, ugyanúgy, mint az anyuka a gyerekkel. Tökéletesen úgy van beállítva, hogy ott kell lenni. Tehát, hogy már ahogy ez így, tehát, hogy semmiféle gondolati munkát nem igényel tőlünk, hogy felismerjük, azonosítsuk, vagy kitaláljuk, vagy felfogjuk, hogy mi történik. Tehát nem a Achilleus pajzsa, hogy úristen, ahogy leírja, hogy körben mi történik, milyen esemény, és akkor az egész kör. Tehát, hogy egy ilyen folyamatnak, az, amit te mondtál a képzelőről, hogy leírja a költ, és elképzelem, hogy hogy néz ki Achilleus pajzsa, hogy a Széfaisztosz megcsinált, és milyen sztori van rá hegesztve. Gitsnél ilyen nincsen. Ez a dinamika teljesen kimarad. Mindig egy állóképbe futunk bele, mindig abba futunk bele, hogy már kész. Már elkész, mi már az események végére értünk oda, már készen van minden tálalva, semmiféle gondolati rövidítés. Legfőképpen arra nem invitálnak bennünket, hogy co-autorok, tehát társszerzői legyünk annak az eseménynek, amit szeretne létrehozni. Tehát nem von be bennünket, nem egy olyan valami, ahol a mi gondolati munkánkra és a mi erőfeszítés, vagy mi értékünk. A történelem nem ilyen, mi nem így vagyunk a történelemmel? Már bocs, hát figyelj, mi akkor érünk oda a helyszínre, amikor Cézárt már leszúrták. Már akkor tudjuk meg, hogy lelőtték az elnököt, mikor már le van lőve. Az egész folyamatot nem tudjuk. Nem. Tehát tulajdonképpen, akkor most hirtelen rádöbbentem, a modern korban nem így vagyunk, hogy rengeteg hírt fogyasztunk, de már mindig csak az eredményt tudjuk. Tehát mintha Gitsszerűen kapnánk a világot. Nem tudom. Folytasd a gondolatmenetedet, de ezt hiszem, ki olyan szerzőt, aki az egész médiát a Gitsnek a körébe sorolja. Tehát, hogy ezen definíció szerint, vagy meghatározás szerint. Igen. Már mindig csak a kész, már ez a hír és kész, de az egész folyamatot, a mögötte levő küzdelmeket nem látjuk. Hát nem csak ezért, hanem legfőképpen a manipulatív szándéka miatt. Tehát az, hogy már ready-made kapjuk a híreket, és már megvágva azt a fotót, azt a filmet, egy háborús részletet egy bizonyos tálalásban, az már a manipuláció szándékával készül. Ez jogotan elmondható a Gitsről is. Tehát, hogy manipulatív szándékkal készül, könyre akar fakasztani, vagy meg akar hatni. De a komolysága, tehát az, hogy mindig komoly, az mindig a mélyén az van, hogy ha nevetünk is rajta, sajnálkozunk is rajta, mégis arról van szó, hogy komolynak kell maradni. Tehát komolynak kell maradnunk. De. Meg kell hatódnunk. Tehát ez minden esetben ez a bolyhos kis cica nem kivétel ez alól. A tengerparton vágtázó lovak, vagy a svájci falu, a csodálatos völgyben és az a csendélet, ami költem. Tehát, hogyha meg is mosolyogjuk, akkor is azon, hogy meghatódtunk. Tehát akkor ért el a célját, amikor ezt a hatást kiváltotta belőlünk. Gondolom a médiának, akik arra gondolnak, hogy az úgy, ahogy van, tokkal vonulva a média is Gits, és mehet a levesbe, azok pontosan ugyanerre gondolnak, hogy a média is mit akar.
hatni. Has vagy elpusztulsz, tehát hatni, a szenzáció kell, tabloid kell, uh-huh. hírek kell, olyasmi kell, amivel el lehet találni. Nézzet meg, különben uncsi. Uh-huh. Igen. Köszönöm szépen, ez nagyon izgalmas volt, tehát, hogy mi a gics, és meg tudjuk-e határozni, ugye erről szólt az első fejezet, és én megmondom őszintén, mondod, hogy itt öt fajta felfogás van, ez egy Wagneren kívül, az összes többi, valamilyen módon én találkoztam a könyvbe ezekkel, de így nagyon izgalmas volt. Na most a következő részben ugye megadja ezt a hármat, hogy közvetlen érzelmek, azonnal tájfelismerés, nem kell a képzelőerődnek működnie, de aztán mégis még azt, hogy ez még kevés, még mindig nem tudjuk, mi a gics, azt lehatárolja, hogy ez nem művészet, ezzel mindenki egyetért, hogy ez nem rossz művészet, nem gyenge művészet, ez nem művészet, egyébként ez mindenki így is érzi, és aztán ezek után felteszi a kérdést, hogy hogy tudjuk megállapítani tulajdonképpen valamire, nem csak úgy rámondani, hogy gicsajom, és egy nagyon érdekes modellt hoz. Először is, itt két dolog van. Először is ugye különbséget tesz a művész és az esztétikai érték közt. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Én bevallom őszintén, hogy nekem ez egy nagyon jó, izgalmas rész volt, hogy az avignoni kisasszonyok problematikáját elemzi, hogyha erről mondaná, tehát a művészi érték és az esztétika érték közti különbség, és utána egyébként egy nem túl bonyolult matematikai elemzést ad képleteket, de nagyon egyszerű, tehát igazából ez a középiskola első osztálya, hogy hogyan lehet a valódi műalkotás három jellemzőt, ugye az egység, a komplexitás és az intenzitás, ezt a hármat hogyan lehet nagyon egyszerűen matematizálni, és hogyan lehet így elemezni a műveket, és megközelíteni. Ez persze egy elméleti megközelítés, én arra gondoltam, hogy most jönnek a mesterséges intelligencia, megint nagy divatban van, egyébként nem az első eset, 30 éves már nagy divat volt egyszer, most megint előjött, hogy a komputerek felgyorsulásával ilyen analíziseket lehetne majd csinálni ennek segítségével, hogy melyik a jó műalkotás, melyik nem. Persze, ha az, hogy mit határozunk meg a matematikában, milyen elemeket fogadunk el, ami értelmezhető ott a matematikai változókkal, az megint csak ilyen érzésre megy. Na, tehát, hogyha erről egy kicsit beszélni, tehát az esztétikai és a művészi értékről, és aztán erről az egész matematizáló dologról, nekem nagyon tetszett, de nem biztos, hogy mindenkinek megnyerje tetszését. Jó, akkor tegyük már azt, hogy egy füst alatt ezzel, mert végül is összefügg, egy füst alatt ezzel azt is, amit elvartunk, tehát mondtam, hogy térjünk vissza a művészeti iskolákra, tehát uh-huh. amit mondtál, hogy csináljál Rembrandtot, és aztán kezdjél el Krikszkrakszokat rajzolgatni, mert ez ide kapcsolódik. Ugye, amikor Berzsenyi nyomán Kulka, tehát ő tulajdonképpen felmondja ezt a leckét, ami már az esztétikában egy jó ideje probléma, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni. Tehát ugye mindig is egy óriási kérdés volt, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni a művészetet a nem művészettől. Hogyan tudjuk megkülönböztetni a művészetet a látszatától. Ugye, ahogy Thomas Mann mondja a Dr. Faustusban, hogy a művészet mindig levetkőzi a művészet látszatát. A művészet látszat azért nem tudja levetkőzni, mert ő maga az. Tehát saját magát nem tudja ledobni. Tehát a művészet látszat az mindig a művészet látszatának marad, de a művészetnek sansza van arra, hogy ebből kibújjon. Hogy ne csak látszat legyen. És ugye, hát a mi nyugati civilizációnk az mindig is erre törek. Tehát mindig is az volt a kérdés, hogy hogyan lehet a hamist kimutatni, amellett, amit te mondasz, hogy az igazságot. Tehát az igazság kutatása mellett mindig megjelenik az, hogy de hát lássuk már, mi is pontosan a rossz, vagy mi is a hamisság, mi a logikai hiba, egyáltalán a hiba, mint olyan. Már Descartesnak problémát okoz, hogy hogyan lehet különbséget tenni error és pecco, tehát peccatum és az error, tehát a tévedés és a bűn között. Tehát, hogy mi minősül egy cselekedetben tévedésnek, mikor mondjuk azt, hogy ez tévedés volt, morális értelmiségben mondjuk azt, hogy ez bűn volt, hogy ne csúszson össze ez a kettő. Hogy a bűnös ne hivatkozhasson arra, hogy ő, de hát ő csak tévedett.
hanem tudjuk azt, hogy nem tévedés volt, ez bűn volt. Ugyanígy a művészetben. Ne legyen már az, hogy hát ez művészet, de azért kicsit csak annak látszik. Tehát hanem mondjuk ki azt, hogy de ez rossz, ez nem jó művészet, ez egy rossz művészet, ez egy rossz műalkotás. Értjük? Tehát, hogy ugyanolyan, lehet-e az esztétikában ugyanolyan szilárd ítéleteket hozni, mint mondjuk a morálban, vagy az ismeretelméletben. Ugye az, hogy Platónnak problémát okoz, hogy az eikadzeint, tehát a találgatást, a doxát, a puszta véleményt, hogyan különböztessük meg az episztémétől, tehát a tudástól, hogyha időnként a találgatásnak, vagy a puszta véleménynek ugyanolyan végeredménye van, mint a tudásnak. Tehát a véleményünkkel, amikor csak a puszta véleményünket mondjuk, néha el tudjuk találni az igazságot tudás nélkül. Tehát ráhibázunk mondjuk így. Mégis az az igazság, amit csak a ráhibázással találtunk el, az más értelemben számít, mint az, amikor valakinek világos tudása van róla. Ugye még Platón még ugye azt is mondja, hogy ez aiskron, szégyen. Tehát, hogy minden tudás nélküli vélemény szégyen. Uh-huh. És ugye ezzel vádolja a művészetet, hogy csak véleményt mond tudás nélkül. Tehát ezért mondja azt, hogy szégyenletes, ezért is utasítja ki őket az ideális államból. Tehát aiskron, ez a fő vád. Szégyenletesek, ráadásul ugye a művészek annyira szemérmetlenek, hogy észre sem veszik, hogy szégyelni kéne magukat. Tehát ez a... Nyugtassuk meg a művésznézőnket, hogy ma már senki nem gondolja így, tehát a nagy zseninek a nagy tévedése volt, de... Igen. Hát szerintem még vannak, akik úgy gondolják, hogy szégyeljék magukat, de nem baj. Mondjuk azt, hogy nem. Hát nem azok, akik milliókat adnak a... Igen, nyilván. Na most ugye, tehát az az elvaratlan szárunkhoz egy pillanatra visszatérve, hogy mi folyik a művészeti iskolákban? Többféle geometrikusségban, ábrázolás, tehát többféle olyan tanulmányon kell keresztül menniük, vagy keresztül hasonlják őket, ahol a szakma csínyát, bínyát kell megtanulniuk. Abban a jó reneszánsz értelemben, hogy tanuld meg a szakmának mindenféle fortéját és fogását, legyen már szemed, az a kifeszített vászon eléd, az a te deresed, amire fel vagy húzva, és 25-öt vernek rád, ahányszor elrontod. Tehát, hogy rögtön látszik a hiba, nézzél meg egy barcsait, és próbálj meg egy olyan anatómia rajzot csinálni, és akkor, amikor megpróbálod, akkor fogsz rájönni, mennyire gyenge vagy. Gyenge grafikák, hogy gyenge, és akkor nem véletlenül van egy festő iskolában mester, aki nem azt mondja, hogy úgy festél, vagy úgy rajzoljál, ahogy én, hanem azért, hogy kijavítsa ezeket, hogy rámutasson arra, hogy de hát mi is a probléma. Tehát, hogy valamerre terelje a hallgatót. Tehát én is vannak benne kezdők, haladók és mesterek. Tehát ott is. Mi történt az avantgárd hajnalán? Ezt az egész társaságot elküldték a fasorba. Azt mondták, hogy ez mi? Tehát, hogy mióta szól arról a művészet, hogy valamit hűen ábrázoljunk? Tehát, hogyha a hű ábrázolásról szól a művészet, akkor az a művészet az semmi egyéb, mint egy interpretációja egy meglévő valaminek. Tehát az még mindig ancilla teológiát, még mindig kiszolgáljuk egy eszmét, tehát, hogy még mindig valaminek a szolgái vagyunk. Tehát hol van ebben a művészet autonómiája, hogy kikötünk a hű ábrázolásnál? Ugye az avantgárd hajnalán, én egyébként arra tippelek, hogy legfőképpen a szürrealisták ütik a legnagyobb részt ezen a pajzson, amikor azt mondják, hogy lényegében vizsgáld meg az álmaidat, hogy nem kicsit befolyásolva Freudtól, tehát keresték is Freuddal a kapcsolatot. Vizsgáld meg az álmaidat, és hogyha felfigyelj, elkezdesz egy álomnaplót vezetni, vagy az álmaidra figyelsz, akkor rá fogsz jönni, hogy álmaidban egy perfekt művész vagy. Tehát amit az álmainkban mi kibírunk keverni, az, hogy az álmainknak mindig, ugye ez a Freud egyik axiomája, az álmainknak mindig mi vagyunk a főhőse. Tehát amit az álmainkban kibírunk keverni, az álmaink, amiket bírnak produkálni, hogy az álmainkban saját magunkat megbírjuk lepni, és némely álmunknak, főleg a rémálmainknak megfellebbezhetetlen objektivitása van. Tehát, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez csak ilyen szubjektív, mert teljesen világosan jelen voltam, ott voltam az álmomban, és amik megtörténtek velem ott. Azt mondja, hogy lényegében mi a művész? A művész az, aki ébren is meg tudja csinálni azt a trüvájt, amit egyébként mindenki álmában. Ugye?
Még egyszer mondom, az én tippem az, hogy először ezen a pajzson, ezen a legyünk jó tolmácsai és alázatos szolgálja a meglévőnek, és jól ábrázoljunk, ezen ekkor ütik az első rést, amikor arról van szó, hogy egyáltalán nem kell semmit sem ábrázolnunk, abban az értelemben, hogy valamit utánoznunk kéne. Egyáltalán ez a mimetikus művészettel való leszámolás. Amivel szükségképpen következik, hogy, és aztán eljutunk ugye a 2D, a Greenberg megálmodta abstrakt expresszionizmus, hogy felejtsük el a térbeliséget, maradjunk a síknál, az a fotónak hagyjuk meg a teret, meg a szobornak, térjünk vissza a 2D-hez, tehát csak az számít, ami síkban történik. Megjelenik az action painting, az akciófestészet, én egyszer mondom, ennek a csodának az egyik előírnöke Jackson Pollock, és... azt hiszem, hogy még ma is talán ő vezeti a legdrágább festménynek a címét, még mindig ő, ha minden igaz. 120 millió dollárra a Number 5 című festménye. Ugye, mi történik itt? Itt az történik, hogy ha nekünk nem vagyunk odaszögezve, nem vagyunk felszögezve az ábrázolás keresztjére, az utánzás keresztjére, miért kéne megtanulnom rajzolni? Miért kéne? Miért kéne nekem Nerdrumot, vagy Rembrandtot utánoznom? Miért kéne nekem elsajátítanom bármi? És ugye ne felejtsük el, még Magyarországon is, a Szentendrei iskola, ezek egy gyászhírként fogták föl, ha valakit fölvettek a Magyar Képzőművészeti Egyetemre. Tehát azt eltemették. Én konkrétan ismerek egy ilyen művészt, akit miután felvettek az MK, a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, jött a festőtársaság, és adtak neki egy ilyen relikviákat, hogy akkor szia, ide többet te be nem teszed a lábad közénk, és szépen menjél és halljál meg ott köztük az iskolában, temesd el a művészetedet, ott ki fognak nyírni mindent, ami te vagy, az őszintességedet, a becsületességedet belefognak, besánfáznak téged, és azt kell csinálnod, amit a fejedbe vernek ott, mert az a kánon. Tehát te ilyen kanonikus leszel mostantól. És vége a művészet autonómiájának, te már innentől nem vagy szabad ember, stb. Tehát megjelenik az a hang, ami arról szól, hogy minél többet foglalkozol művészettel, annál rosszabb művész leszel. Tehát ez egy furcsa dolog, és akkor már szinte ott tartunk, hogy akkor most tulajdonképpen mi is a gics? A gics az, amely ragaszkodik a kánonhoz. Tehát kanonikus akar lenni, ami, és akkor ez az, amivel Bursley-ek foglalkoznak, és akkor itt lyukadunk ki ott, amit mondtam, hogy olyan jó lenne, ha az esztétikában is, milyen régi vágy, hogy úgy megkülönböztessük a jót a rossztól, ahogy a morál filozófiában ezt megteszik. Jönnek Bursley-ek, és azt mondják, hogy kérem szépen, vannak csodálatos műalkotások, amik az egység, a intenzitás és a komplexitás. Hármas, szent hármasságában tökéletesek. Csak éppen nulla művészi értékük van. És akkor ugye Kulka, amikor különbséget akar tenni, ezt ismerjük a könyvből, ezt az olvasó biztos nagyon fogja szeretni, mert ez egy ilyen szép rész a könyvben, ahol ilyen világos különbség van. Én nagyon szeretem. Na, tessék, ilyen. Ahol ilyen világos különbség van, hogy egy dolognak az esztétikai értéke semmit nem mond a művész értékéről. Szerintem ez a legfontosabb állítás az egész könyvben. A művész, amikor viszont az esztétikai értéke mellett meg kell küzdeni azon, hogy mi egy dolog művész értéke, és akkor most már értjük, hogy a művészeti iskolák, meg a művészeti akadémia, tehát a képzőművészeti egyetem, azok maximum az esztétikai értékre tudják megnevezni, tehát hogy abban nincs még művész érték, hogy valaki az esztétikai értékeket elsajátította, és a kis ujjában van a szakma csinyabinya, attól még ő nem lesz művész. Amikor viszont a művész értékre kerül a hangsúly, akkor ott elkezdünk korcsolyázni a jégén, és akkor kezdődik a baj. Mert ugye a művész értéknek az előtte lévő hármassággal szemben egyetlen kritériuma van. Nevezetesen az invenció. Az invenció. Ezért van az, hogy a reneszánsz mesterekre, akiknek a képei az eddig felsorolt gics fogalmak értelmében 100% gics,
tehát egy Giottót, tehát, az, tehát hogy olyan gics, olyan tőrölmetszett gicssel találkozunk a reneszánszban, és tehát hogy egyszerűen állatorvosi lova lenne ma a gicsnek. Ma ráolvassuk, tehát akkor nyilván persze, nem az volt, nem létezett még így ez van. A fogalom. És ugye tehát... azzal tudjuk megmenteni őket, hogy azt mondjuk, abban az időben az invenció volt. Tehát, hogy ez, és ettől művészet. Tehát ez volna a dolog. Na és akkor itt jön az utolsó állomás, ami szerintem Kulkánál el lett varva ez a szár. Ez olyan, mint Heideggernek a létés idejében, hogy a lelkiismeret hívása, ami belőlünk jön is rajtunk túlról, hogy azt ott el van száll, varva ez a szár, hogy teológia. Tehát, hogy honnan jön ez a hívás. Ugyan valami hasonló van itt Kulkánál, hogy most hogy ilyen monumentális példát hoztam most egyből a létésre, de hogy van valami nagyon hasonló vele. Nevezetesen, hogy minden művészetnél, vagy minden műalkotásnál egy óriási, egy kettősségbe vagyunk fogva, amikor értékelnünk kell ezt a művész értéket, tehát most már erről beszélünk, nem az esztétikai értékről. Nevezetesen olyan problémába ütközünk, mint amiben egy historiográfus, mint egy történész. Hogy van, feltételezünk egy teleológiát, tehát hogy a művészet valahonnan tart valahová. Tehát, hogy ami a reneszánsz korában invenció volt, ha ma valaki azt megismételné, az tokkal vonulva gics lenne. Értjük? És akkor ezt mondjuk, hogy ha ez így van, tehát hogyha valaki megismételné azt a trüvájt, amit Rembrandt, lásd Odd Nerdrum, akkor az gics. Akkor az ma már gics. És akkor jön Odd Nerdrum, és beleáll, és azt mondja, igen, én az vagyok, bocsánat, én pontosan ez vagyok, gics festő vagyok. Értjük? És azzal, hogy ő tudatosan felvállalja a gicset, már is bajban vagyunk, mert pont azt nem tudjuk rá mondani, hogy ez gics. Hiszen tudja. Hiszen pont ezt akarja. Tehát gicse még az, amit gicsként alkotnak meg. Tehát ez a nagy probléma. Tehát egyszerűen van egy ilyen anomália az egészben, és az, hogyha mi a reneszánsz mesterekre nem mondhatjuk ma azt, hogy gics, mert a maguk korában inventívek voltak, akkor feltételezzük, kimondva vagy kimondatlan, nem tudunk elmenekülni a feltételezés elől, hogy itt van egy teleológia előttünk. Van egy olyan valami, amiről azt képzeljük, a művészet valahonnan tart valahová. Ezt nem lehet letagadni. Tehát aki fejlődésről beszél a művészetben, annak ezt be kell vállalnia. És azt a kint is be kell vállalnia, hogyha megkérdezzük tőle, és na és hova tart a művészet, mit fog mondani? A mai napig. Igen, a mai napig. Igen. Hát igen, tulajdonképpen. Igen. Vagy jó Hegel János azt fog mondani, hogy hozzám. Tehát én vagyok a végelmet. Jó, nagyon szépen köszönöm. Én azt hiszem, hogy felkeltettük az érdeklődését a kedves olvasóknak, és itt még rengeteg kérdés van, és rengeteg válasz, és elvaratlan szár. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, Pálfalusi Zsolt, a kötet fordítója, és szeretettel ajánljuk, akit érdekel, hogy mi a gics, olvassa el, és olvassa majd a következő köteteinket is. Köszönöm szépen, Zsolt. Köszönöm szépen a meghívást. Minden jót kívánok. Köszönöm.